üdvözlöm Önöket, én Diószi József vagyok, a Napi Gazdaság főmunkatársa, és feltételezem, nem voltam itt a délelőtt során, pontosabban nem voltam itt délelőtt, így nem tudom, de feltételezem, hogy sok is számos érdekes pillanatnak, gondolatnak, ötletnek voltak a részesei, de azt gondolom, azt remélem, és azt feltételezem, hogy ez folytatódni fog a következő egy óra hosszában is. Az én telefonomat fogom kikapcsolni, elnézést. Bocsánat. Tehát ott hagytam abba, hogy érdekes, nem ez volt a legizgalmasabb. A beszélgető társainkkal majd arról fogunk társalogni, és én azt gondolom, abban bízva hiszem azt, hogy ez egy érdekes pont lehet, hogy és akkor mindazt miből, amit szeretnénk, a pénzről szól jó szerint az életünk, azt gondolom, azt kell gondoljam. Ha vállalkozó, ha egyén, ha személy, akkor szintén. Tehát arra próbálunk majd, és akkor most már mindenki része, az asztalnál van, majd választ keresni, hogy a kis és középvállalkozók, fiatalok és kevésbé fiatalok hol, hogyan, milyen forrásokhoz juthatnak, hogyan hasznosíthatják, vagy hogyan kereshetik meg ezeket a lehetőségeket. De nem ragozva és nem húzva tovább az időt, bemutatom, hogy kikkel fogjuk megosztani ezeket a gondolatokat. Szalai Piroska középen, aki a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi elnöke. A két Kovács úr közül jelenleg még csak az egyik van itt, igen, tehát ezt akartam mondani. A Magyar Fejlesztési Bank termékfejlesztési igazgatója Kovács István az önök jobb oldalán, és Braun Márton ügyvezető igazgató a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól. Én mielőtt eljöttem, megnéztem az önök oldalát, és meglepetésemre azt kellett látnom, és azt mondhatom, hogy nagyon gazdag, nagyon informatív, sok minden van rajta. Ez volt az egyik élményem a felkészülésem során. A másik élményem pedig az volt, amikor indultam ide, az egyik kollégám, aki tőlem sokkal fiatalabb és akár még vállalkozó is, hogy azt mondta nekem, hogy támogatások nem, az nagyon nehéz, nagyon bonyolult, budapesti vagyok, de vidéken, képzés, én inkább bemegyek, be fogok menni a bankba, és majd veszek föl hitelt, és aztán majd. Tehát, akkor most nézzük onnan, hogy vajon mennyire, vagy milyen utakat ajánlhatnak önök, milyen lehetőségek állnak a vállalkozók, a kisvállalkozók, a mikrovállalkozók, ne adj Isten, majd ha valamilyen fognak mondani, ami a kollégámnak is hasznos lehet, majd azt is elmesélem neki, de akkor Piroska, hogy úgy láttam, hogy ön kezdte a mikrofont, magához ragadta. Bocsánat, mint szervezők nevében mondom akkor. A támogatás és a hitelezés nem szabad összekeverni véletlenül sem. Tehát a támogatás az egész délelőtt arról szólt, most meg nem ismétlem azt, hogy délelőtt mi minden hangzott el, igazából tényleg így van, hogy Budapesten, illetve a közép-magyarországi régióban a kisvállalkozások támogatása sokkal nehezebb, támogatáshoz történő hozzájutása, tehát pályázása sokkal-sokkal nehezebb és sokkal szűkebb körben megvalósítható, mint a többi régióban. Ezért is fontos nekünk, Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványnak mindenféle olyan egyéb módszert összegyűjteni, és talán még proaktívabbnak lenni, mint a konvergencia régiók vállalkozásfejlesztői, azért, hogy az itteni vállalkozások is azért egyre több eszközhöz jussanak. Bocsánat, mielőtt még tovább folytatnánk, azért ne lépjünk túl, bár hallottam ezek szerint délelőtt sok szó esett a támogatásról. De én azt feltételezem, hogy az a valaki, akinek van egy ötlete, és Budapesten lakik, vagy Veszprémben lakik, az mégis utakat próbál keresni, és a számára anyagilag kedvezőbb út vélhetően az, hogyha ő mégiscsak egy visszanemtérítendő támogatáshoz jutna. Egyrészt ez igaz-e, és hogyha igaz, akkor
És majd megpróbálom az ország különböző lehetőségeit is megnézve, megtudni, hogy mondjunk-e, vagy nem mondjunk le erről a lehetőségről. Én azt gondolom, hogy lemondani nem kell, ha tényleg van lehetőség. Tehát, hogyha tényleg olyan fejlesztésben gondolkodunk, ami a pályázati rendszerbe betehető. Csepregi helyettes államtitkár úr nagyon sokat beszélt tényleg erről a témáról délelőtt. Viszont egy dolgot tudni kell. Ahhoz, hogy valaki pályázati pénzhez jusson, a pályázat megírása után a megvalósítási időszakban is egy hihetetlen komoly adminisztrációs terhet, illetve mindenféle más egyéb költségekkel járó plusz munkát is magára vállal. Tehát nem ingyen pénz, ezt most ugye idézem Csepregi államtitkár helyettes urat, nem ingyen pénz a támogatás sem mindenféleképpen, és mellette még mindenféle más egyéb előfinanszírozáshoz kötődő, önrész előteremtéséhez kötődő plusz finanszírozási feladatok is vannak a támogatással kapcsolatban is. De most itt mi tényleg a hitelekkel kapcsolatosan ülünk, azt gondolom, és a hitelezés tehát az első kérdésének a vége az volt, hogy a kolléga besétál a bankba, és ott majd vesz fel hitelt. Na, ezzel kapcsolatosan tudunk azt hiszem mi, a Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, a bankhoz mérten is egy kicsit más szemléletű, kicsit más dolgot nyújtani, de hát azt hiszem, hogy ahhoz itt vannak a források, meg a gazdái, akik majd mindjárt mondani fogják. Az MFB oldalán ugye hosszú és számos lista szerepel arról, hogy milyen és hogyan módon, illetve, hogy milyen témakörökben, területekben, de akkor segítsen is hozzá meg velünk. Igen, szóval az állami támogatási kérdésekkel sajnos nem csak a visszanemtérítendő támogatások oldalán, hanem a hitelezési oldalon is küzdünk, még pedig azért, mert például a fejlesztési bank is, mi vagy kedvezményes kamatozású hiteleket nyújt, ezért az EU szabályai szerint állami támogatásnak minősülnek, és ilyen alapon vonatkoznak a fejlesztési bank termékeire és az állami támogatási szabályok. Mit is jelent ez? Gyakorlatilag ugye annak függvényében, hogy milyen támogatási kategóriában nyújtjuk ezeket a hiteleket, különböző szabályok érvényesek rájuk, például a de minimis támogatási kategória esetén ugye vállalkozásra vetítve elmúlt 3 év 200 ezer euró. De ott például, amikor támogatáshalmozódás van, vagy csoportmentességi támogatási kategóriában nyújtjuk a hitelt, és szóljatok, vagy szóljanak. Én fogok szólni, meg körülbelül a második, tehát szeretném, hogyha egy picit közelebb kerülne hozzám, hogy ezek az idegen és számomra értetlen dolgok. Az a kérdésem, hogy hogyan jutunk, milyen lehetőségekkel, milyen feltételekkel. Igen, hát oda is el fogok próbálj, jutni. Jó, oda is el fogok jutni, csak először ezt a kis monológot még megtartom előtte. De gyakorlatilag ott, amikor mondjuk halmozódás van, vagy csoportmentesség kategóriában veszi fel az ügyfél a hitelt, akkor ott a biztos önök számára is ismert támogatási térkép, támogatási intenzitás maximum, és sajnos itt a közép-magyarországi régió szintén szigorú feltételeknek kell, hogy megfeleljen. Tehát akkor, amikor hitelezünk, és az MFB részéről például államilag támogatott hitelt szeretnénk nyújtani, akkor sok esetben ez a korlát a közép-magyarországi régióban. Hogyan lehet igénybe venni? Hát gyakorlatilag a fejlesztési bank fejlesztési bank. Valamelyik mondatban említette, hogy bemegy az ember a bankba, vállalkockázatot, nem vállalkockázatot, stb. Tehát gyakorlatilag a fejlesztési bankra vonatkoznak az Európai Unió vonatkozó előírásai. Ez azt jelenti, és azt kell mondani, hogy egy folyamatosan változó szempontrendszernek kell megfelelnünk, mert más volt a szempontrendszere az EU-nak mondjuk 6 éve, egy európai fejlesztési bank irányába, és más mondjuk idén, és valószínűleg ez változni fog jövőre. De gyakorlatilag most ott tartunk, hogy azt mondja az EU, hogy egy fejlesztési bank Európában olyan területeken hitelezhet, ahol piaci elégtelenség van. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan vállalkozásokat és olyan beruházásoknak nyújthatunk hitelt, államilag támogatott hitelt, amelyek piaci eszközökkel nem vagy a vállalkozás számára nem kezelhető módon hitelezhetőek. Ez azt jelenti, hogy a mi konstrukciónk alapvetően olyan vállalkozásoknak és olyan beruházásoknak a finanszírozására szolgálnak, amelyek piacról nem jutnak forráshoz. Most gyakorlatilag itt
Tudunk-e példát mondani egyébként? Ilyen szempontból ugyanakkor egy megoldandó probléma az, hogy alapvetően a fejlesztési bank hitelintézetek refinanszírozásával nyújt forrást a vállalkozásoknak. Tehát ezekben a programokban meg kell oldani azt a problémát, hogy a saját szabályrendszere szerint nem tudna hitelt nyújtani, de a fejlesztési bank forrása által mégiscsak, mert ugye itt egy ilyen piaci elégtelenségről van szó. Tehát egyrészt ezt megoldjuk egy refinanszírozási konstrukcióval, másrészt pedig a BVK pénzügyi vállalkozása például az egyik legnagyobb partnerünk ilyen szempontból, ahol úgynevezett közvetítői konstrukcióban az MRB vállal közvetlen kockázatot, és gyakorlatilag az MRB azt mondja, hogy igen, ennél a vállalkozásnál én beszeretném vállalni azt a kockázatot, teljesítem ezt a küldetésemet és hitel nyújtok számára. Bocsánat, köszönöm szépen. Tehát most már ugye valóban jogos volt, hogy inkább mondja el az elméletét, hogy milyen lehetőségek, milyen elméleti lehetőségek vannak, lehetnek és hogyan. Rengeteg terméket láttam az oldalukon, és azt is, hogy a legutolsó magánvállalkozóknak szóló, hisz a magánvállalkozók épp úgy fordulhatnak a MFB hitel megszerzésére, mint a kis és nagyobb vállalkozások. Tehát a legutolsó, ami ott van, a gyógyszerészek támogatására szóló. Tehát azt mondom, hogy valóban többféle termék jelenik meg. De én szeretném, hogy... Bocsánat, tehát a termékek. Ne haragudjon. Igen, tehát a jellegi termékeinkkel kapcsolatban mindegyikről elmondható azt, hogy kedvezményes kamatozású, tehát a piaci átlag alatt jelentősen kedvező kamattal érhető el, nem szeretnék számokat mondani, de gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 2,5-től 4-5-6%-ig érhetők el ezek a hitelprogramok szinte bármely vállalkozás számára, bármely szektorban. Tehát alapvetően beruházáshiteleket nyújtunk, vannak olyan hiteleink, beruházáshiteleink, a forgóeszközfinanszírozásra is fel lehet használni, normál vállalkozások számára, agrárszektor számára is, gyakorlatilag komplex finanszírozási paletta áll rendelkezésre. Viszont itt, mivel az előző mondatomat egy picit felvezetőnek is szántam, hogy a piaci eszközökkel nem finanszírozható termékek, itt hagyjam át akkor a szót, hogy milyen egyéb ilyen termékek vannak a piacon. Köszönöm szépen a szót, én is üdvözlök mindenkit, és egy néhány gondolatot, mielőtt folytatnám a Kovácsonnak a gondolatát, én majdnem, hogy buligyilkos vagyok itt a történetben, mert én úgy gondolom, ezt az egész finanszírozási történetet egy kicsit túl misztifikáljuk per pillanat. Én készültem a mai napra, és nemrég jelent meg az Európai Bizottságnak és az Európai Központi Banknak egy közös tanulmánya a vállalkozások pénzügyi eszközökhöz jutásáról, és ezt bolgár nyelven sikerült letöltenem, úgyhogy kicsit lassan, de lekiszótáraztam. Itt a vállalkozások az 5. helyen említik problémaként a finanszírozáshoz jutást. Tehát az 5. helyen. Általános kép az, hogy olcsóbban és könnyebben jutnak évről évre, tehát mostanában ezt mérjük már forráshoz a vállalkozások, ezt látjuk egyébként Magyarországon is. Tehát az a Nemzeti Banknak a 2,5%-on meghirdetett forráselénkítő hitelével, gazdaságélénkítő hitelével nehéz már versenyezni. Nem a forrás az jutást és a hiteleknek a hiányát látom elsősorban a problémának. Remélem a Kovácsoron kívül nincs itt senki az MFB-ből, és nem féltem az állását, mert tényleg kell dolgozni termékeken, de szerintem most nem például ez a legnagyobb probléma. Amivel mi, hogy válaszoljuk meg, vigyem tovább a labdát, amit átgurítottak a térfelemre, nyilvánvaló, hogy amivel mi a BVK-val utazunk, az a bankképesség eléréséhez nyújtott segítség a vállalkozások számára. Tehát mi azt az első hitelterméket nyújtjuk, vagy szeretnénk nyújtani önöknek, amivel önök már később a bankokhoz fordulhatnak. Ezt hívják azt a mikrohitelnek, vagy amit Kovács úr is említett, az MFB-nek vannak szintén kisvállalkozói hitelei. Ezek, amik alkalmasak, teszik önöket arra, hogy később banki ügyfélé váljanak. Ezek elérhetőek per pillanat.
kedvező kondíciókkal. Bocsánat, azt mondja már meg, hogy is azon a listán, akkor mi volt az első helyen, hogyha a finanszírozás az már csak az ötödik helyre csúszott vissza. Felolvasom, érdekes, csak nagyon csúnyán írok. A ügyfelek megtalálása a legnagyobb probléma, tehát hogy eladni a terméket. A második a képzett munkaerő rendelkezésre állása. Tehát amikor most éppen pertnek Magyarországon vita van arról, hogy kell a szakmunkásképzést forszírozni, vagy nem, akkor ez európai jelenségről beszélek. Tehát nincsen képzett munkaerő, mondják a vállalkozások. Szabályozás, ugye a bürokráciát mindenki utálja, nyilvánvaló. Maga a verseny, hát mások is, vannak olyan üzletágak, ahol más is van a piacon, nem csak egy vagy kettő szereplő. És az ötödikként, ahol hozzáférés a külső forrásokhoz. Ehhez kapcsolatosan, akkor most mondom, hogy a másik nemzetközi projektünkben, ugye nem a Smartban, hanem az Innocrab-ban mi is csináltunk egy magyar felmérést. Nem tekintem reprezentatívnak, de olyan 3000 válaszunk van alapvetően kisvállalkozásoktól, és ott szintén hasonló sorrend jött ki. Ott az első, de nem is nagyon vártunk mást, tehát az első legnagyobb probléma az az, hogy sok az adó. Ezt 70% mondta. Azt gondolom, ebben a BVK-nak és semmilyen vállalkozásfejlesztőnek túl sok beleszólása nincs. Ezt a problémát talán mi nem céloztuk meg kezelni. A második, hiányzik a piac. Ezt már 40% mondta igazából. Ezzel már lehet mit kezdeni, és az előző, a délelőtti beszélgetésekben sokszor vissza is köszönt, hogy a kapcsolati, ugye még reggel azzal kezdtem, aki emlékszik rá, hogy háromféle tőkét szoktak mondani, különféle könyvek, mi kell a vállalkozáshoz, pénztőke, kapcsolati tőke és tudástőke. És a kapcsolati tőke egyik megfogalmazása ez a honnan szerezzek piacot. A harmadik szintén 40%-ban mondott probléma a változó szabályozások, ahogy itt Brown úr is az előbb a EU-s statisztikáról mondta, és csak sokkal-sokkal később, messze sokkal kevesebb, mint 40% említi a finanszírozást, 2014 őszén feltett kérdésre. De ennek ellenére azt mondom, hogy akinek viszont probléma a finanszírozás, annak nagy probléma. Tehát most nem azt kell, talán nem csak azt kell nézni, hogy a mondjuk 800 ezer működő magyar vállalkozás közül hánynak okoz problémát a finanszírozás, hanem talán azt is érdemes nézni, hogy akinek a finanszírozás probléma, de úgy probléma, hogy még nagyon kicsi a vállalkozása, tehát még nem gyakorlott banki ügyfél igazából hitelterületen. Azzal mit tudunk kezdeni, és annak tudunk-e olyan dolgokat mutatni, amiből majd tovább tud lépni? Na, erre én valóban nagyon kíváncsi lennék, de még mielőtt itt a maga székét, azért én stabilnak hiszem és gondolom, de nekem is eszembe jutott, hogy ez a növekedési hitelprogram, ugye, amely nagyon sikeres, az mennyire kezdte ki, avagy egyáltalán nem azt a hitelezési gyakorlatot, amit az MFB folytat, vagy ezek egyáltalán nem találkozó területek is. Ilyen módon valóban teljes biztonságban lehet mindenki. Az azért, hogy elég népszerű. Mivel egymás között így szemközt vagyunk, ezért lehetek nyugodtan őszinte. Azt kell, hogy mondjam, hogy jelentős mértékben látszódik a fejlesztési bank kihelyezésein az NHP-nak a jelenléte, de emiatt mi egyáltalán nem szomorkodunk, mégpedig azért nem, mert nem ugyanabban a ligában játszunk. Most nem minőségre gondolok, hanem játéktípusra. Tehát gyakorlatilag az MNB részéről ez a hitelprogram egy monetáris eszköz. Erre van egy pozitív precedens az Egyesült Királyságban, sikeresen működik. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy ez a bűvös 2,5%, ez nem sok mindenre elég. És alapvetően, mikor azt mondom, nem sok mindenre elég, akkor a finanszírozó bankok szempontjából mondom ezt. Mégpedig, és akkor menjünk egy picit bele bankszakmába, és csak azért, hogy beszélgessünk, és esetleg, hogyha van kérdés, akkor nyugodtan tegyék fel. Tehát gyakorlatilag akkor, amikor egy bank dönt arról, hogy finanszírozható valami, vagy nem finanszírozható, akkor egy csomó szempontot vesz figyelembe. Például figyelembe veszi azt, és erre is ki fogunk majd térni, hogy milyenek a biztosítékok. Ez egy nagyon fontos szempont. Ez meghatározó a bank szempontjából, majd fogunk róla beszélni. Figyelembe veszi azt, hogy annak az ügyfélnek milyenek a kockázatai, csinál egy ügyfélminősítést.
megnézi, hogy milyen projektet akar megvalósítani. Milyen annak a projektnek a cash flow termelő képessége, hogyan fog majd ez a projekt megvalósulása vállalkozás működésére hatni. Vissza fog tudni fizetni a hitelét, tudja teljesíteni az adósságszolgálatát. Milyen kockázati költségek merülhetnek fel? Ez szépen egy bankban le van modellezve, A-tól Z-ig. És akkor azt mondják, hogy ennek az ügyfélnek a várható kockázati költsége ekkora lesz. És a 2,5%-ban nagyon kevés fér bele ilyen szempontból. Tehát a startup vállalkozások, meg akik nem mondjuk a... Mondjuk egy évvel ezelőtt még azt mondtam, hogy a KKV-k felső 10%-a fér bele be a 2,5%-ba, most már talán azt mondom, hogy felső 15%-a ilyen szempontból, de még akkor is ott van egy 85%, akik nem férnek bele. Tehát azért van még az NHP-n kívül is élet. Ilyen szempontból azt mondom, hogy az MFB jelenlegi termékei kiegészítik az NHP-t, de minden elismerésem a Nemzeti Banké szakmailag is, hogy ezt a terméket kitalálták és megmerték csinálni, és védeni tudják a pozíciókat akár az EU irányában is. És azért emlegetem így az EU-t, mert az EU nagyon-nagyon-nagyon komoly feltételrendszert támaszt minden olyan szereplővel szemben, aki állami támogatási kérdésben érintett. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy a fejlesztési bank hitelezni akar, az irányítóhatóságok szeretnék a visszanemtérítendő támogatásokat kihelyezni, de ahhoz, hogy ez az önök számára lehető legkedvezőbb feltételrendszer mellett történjen, nagyon kemény csatákat kell vívni az EU-val. És ami látszik, az egy összes csatának az eredménye. Na most amiért mondtam az NHP-t, hogy zseniális konstrukció, mert azt mondják, hogy ez monetáris eszköz, semmi köze az állami támogatásokhoz. Ezért említettem azt, hogy akkor, amikor az MRB nyújt egy hitelt, és kedvezőbb a kamatozása, mint mondjuk az EU által önökre egyedileg meghatározott egyedi ügyfél referencia ráta, tehát az EU modellezi azt, hogy az adott ügyfél, adott beruházása Magyarországon milyen árazású forinthitel mellett kapna hitelt. Ettől alacsonyabb az MFB árazása, a kettő közötti differenciából jön az állami támogatás. Most az NHP-nál az MFB azt mondja, hogy ez egy monetáris eszköz, semmi köze az állami támogatáshoz, nem érvényesek rá az állami támogatási szabályok. Tehát ezért is egy nagyon jó termék. De ugyanakkor mi fejlesztési bank vagyunk, ezt nem tudjuk eljátszani, mi nem nyomtatunk bankjegyet. Egy nemzeti banknak ez lehetőségében áll. Nagyon jó, hogy ezt megcsinálták. Elnézést, egy kicsit meg vagyok fázva, sőt nagyon. Úgyhogy néha azért beszélek ilyen nehezen. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó, hogy megcsinálták, és nem erről szól a történet, hogy csökkente az MFB-nek a kihelyezése miatt, vagy nem csökkente, hanem az, hogy ez jó dolog, hogy létezik. Nekünk meg az a feladatunk, hogy a fennmaradó 85%-ot hitelezzük. Sőt, ettől még több feladatunk is van, mégpedig azt, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket maximálisan kihasználjuk. Tehát ilyen szempontból biztos hallottak már arról, hogy a következő programozási időszakban nem csak visszanemtérítendő támogatások lesznek, hanem visszatérítendő támogatások is lesznek pénzügyi eszközök formájában. De most a pénzügyi eszközök lebonyolításában az MRB központi szerepet fog játszani. Tehát jövőre hitel, tőke, garancia vonalon azt kell mondjam, hogy most még nehezen elképzelhető attraktivitású termékekkel fogunk jönni. Hitel, tőke, garancia vonalon. Alapvetően itt szintén ugye kiket finanszíroz hat az EU, az EU-ban. Ugye biztos beszélgetünk ilyen visszanemtérítendő támogatásokról, meg visszatérítendő támogatásokról, meg euról. Itt is van ilyen, hogy ex-ante tanulmány, de kell bizonyítani, hogy amit szintén már említettem, és azért volt azért tűnt egy picit ez az első pár mondaton bonyolultnak, hogy be kell bizonyítanunk azt, hogy ezek az EU pénzek olyan helyre kerülnek el pénzügyi eszközök formájában, amelyek piaci eszközökkel nem finanszírozhatóak. Tehát gyakorlatilag a startupokhoz, vagy azokhoz a vállalkozásokhoz, akiknek a minősítésük nem olyan kedvező, mint mondjuk, akiket piaci eszközökkel vagy 2,5%-kal finanszírozni lehetne.
De ez ott fog kiderülni, vagy ez hogyan fog kiderülni számomra, én a vállalkozó számára, hogy én nekem valójában hová kell fordulnom. Tehát ott vagyok tanácstalanul, nem ezzel akartam, de most akkor vágjunk ide, majd utána még visszatartolunk a Piroska legutolsó mondatához, de akkor folytassuk már innen. Tehát ott vagyok én vállalkozó, még nem a legkezdő, amelyhez majd a pici pénzemre is jó lenne, hogyha segítenének, vagy annak a megszerzéséhez, hanem hogy már valahol vagyok, de és akkor nem tudom, most forduljak, támogatás, MFB, növekedési hitelprogram, hová induljak el? És hol fog kiderülni számomra, mikor, hogy az az út, amelyen elindultam, az egy rossz út volt? Most hagyd mondjak egy nagyon csúnyát. Csak azért, mert egymás között vagyunk. Tehát ugye konferenciának a nevében benne van, hogy új generáció vállalkozásai. Én könnyen beszélek, mert ebben a szektorban dolgozom, de hagyd mondjam azt önöknek, hogy azt, hogyha valaki a fő tevékenységét a legjobban csinálja, vagy hite szerint a legjobban csinálja a világon, az majd, hogy nem higiénia követelmény. A legjobbnak kell lenni. Emellett nagyon-nagyon fontos az, hogy a vállalkozása sikere legyen, hogy ismerje a rendelkezésére álló pénzügyi eszközrendszert. Ugyanúgy, mint például a kapcsolatteremtő készség, képesség az ügyfelek szempontjából alkalmazni tudják a legmodernebb technológiai eszközeket ilyen szempontból. Tehát nagyon fontos az, hogy amikor vállalkozik valaki, vagy a vállalkozását felfuttatja, akkor jól csinál, a legjobban csinálja azt, amit csinál, de ugyanakkor tudja azt, hogy milyen eszközrendszerrel gazdálkodik. Szerintem már annak a korszaknak vége van, amikor a könyvelő megmondja, hogy Pistikém, neked ez lesz a legjobb. Nem szabad elhinni. Ebben biztos? Biztos vagyok benne. Tehát én odáig... Azért vagyok biztos benne, mert olyan körben ülünk, ahol új generációról van szó, és más szemléletben kell megközelíteni a vállalkozást. A vállalkozás, az új generáció vállalkozásának, megítélésem szerint, a pénzügyi szemléletnek nagyon-nagyon-nagyon erősnek kell lenni. Tehát gyakorlatilag... Kell vagy az? Én úgy érzem, kellene lenni az értem? Én úgy érzem, hogy a készség és a képesség megvan az új generáció vállalkozásaiban erre. Sokkal inkább, és a nyitottság sokkal inkább. Ez akkor egy biztató, és akkor... Válaszolva a kérdésre is nem megkerülve azt. Tehát ugye minden vállalkozásnak kell, hogy legyen egy számla vezetőbankja. Ez nagyon fontos, hogy a bankhoz hogy áll az ember. A bank, ez nem az embernek a fogorvosa, nem a nőgyógyász, tehát oda azért megy az ember, hogy közösen üzleteljenek. Hittenbogrot, ez egy banknak volt a szlogenje, nem akarom azt, de valahol a bank is üzletet köt az ügyféllel, és az ügyfél is üzletet köt a bankkal. Ők partnerek. Az a fontos, hogy ez a partnerség, ez fenntartható legyen, az, hogy ez az ügyfél tudja képviselni a szempontrendszerét, el tudja mondani azt, hogy mit szeretne. El tudja mondani azt, hogy beruházni akar. Miért akar beruházni? Tudja azt, alá tudja támasztani, hogy vannak vevői, alá tudja támasztani, hogy vannak szállítói. Ha feltesz a bank egy kérdést, akkor arra pontos választ tudjon adni. Tudjon készíteni egy üzleti tervet, egy pénzügyi tervet. Nagyon messziről indulunk, tehát nem ördöngőségre kell gondolni, hanem alap, hüvelykúj szabályokban állítsa össze, hogy mit akar, hol van most, hol akar lenni egy év múlva, 3 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, legyenek mérföldkövek, mert ahhoz tudja igazítani magát. És a bank így fogja megtervezni azt, hogy tudja hitelezni, vagy nem tudja hitelezni. Az összes többi az technikai kérdés. Nagy szó, de tényleg így van. Ehhez még körülbelül egy gondolat. Akkor, hogyha a bank, amit kérdez, arra nem úgy tudunk válaszolni, vagy nem tudunk, még tegyük fel, válaszolni, ahogy a bank szeretné, akkor lehet különféle tanácsadásokra jönni, és üzleti terv összeállítás, hitelezhetőségi vizsgálat, meg mindenféle egyéb ilyen dolgokat tud egy vállalkozásfejlesztési alapítvány a első hitelfelvétel elé hozzátenni. És akkor visszaértünk arra a gondolatra, amit valamikor egyszer itt elejtettünk. És ehhez azért annyit hadd tegyünk hozzá, hogy Kovács úrék kisvállalkozásfejlesztéseknek szóló hitelt
Kovács úrékkal együtt kisvállalkozásfejlesztőknek szóló, vagy kisvállalkozásoknak szóló hitelt tudunk biztosítani, és a országos mikrohitel alapból tudjuk ezt a előtte levő, a mikroméretnek szóló hiteleket biztosítani igazából. Én is azon egészítem ki, hogy valóban itt a úgy kell néznünk hármunkra, hogy mi a kereskedelmi bankokkal akarunk, vagy a nemzeti bankokkal akarunk konkurálni. Kovács úr elég világosan fogalmazott, hogy ők ott akarnak, meg ott is léphetnek be a finanszírozásba, ahol rés van, tehát ahol szükség van rá ezen a piacon. Mi a piroskával gyakorlatilag, mint a potenciális ügyfelei a fejlesztési banknak veszünk itt részt, akik eljuttatják ezeket a termékeket, vagy eljuttathatják ezeket a termékeket a vállalkozásokhoz. De nyilván, hogy erről van szó, hogy ez teljesen szemléletes példa volt, amit Kovács úr mondott, hogy bemegy a bankjába, azt mondják, hogy nagyon jó, meg vagyunk elégedve önnel, de nem tudjuk még finanszírozni, nincs még azon a szinten. Na, ott léptünk be mi. Vagy ott léphet be még a fejlesztési bank, hogy akkor, ha egy garanciát nyújt hozzá, ha egy tőkével be tudsz állni valamilyen alapon keresztül a cégbe, és ebben a parti képessé teszi a bankok számára. Ott van tehát a 33 éves kollégám, aki fiatalnak mondható vállalkozó, őneki valóban nincs egy semmi pénze, mondtam neki, hogy nézze meg az oldalaikat, kezdjük akkor innen, és akkor valószínű, hogy tovább lép, és akkor utána szerintem ő mondjuk egy közepesen a képzett és a képesség határán lévő vállalkozó, mondom, semmi pénzzel, és akkor fordulhat ezek szerint talán célszerű, hogyha önökhöz, piroskáikhoz, ahol valami fajta szakmai támogatást kap. Most persze ez egy kiterjesztett, tehát én nem a kollégámról beszélek, és nem róla akarok a szélesebb körnek sem beszélni, hanem hogy akkor célszerű önökhöz fordulni, és utána akár még ott maradni arra is, hogy azt a bizonyos minimális 3 millió, vagy ez mekkora összegű mikrohitel, és milyen feltételekkel lehet megszerezni azt. Hát ez most már nem 3 millió, volt valamikor nagyon régen, ez már 10 millió, 3,9%-os a kamat rajta igazából, és én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb bankkezelhető, legkönnyebben számolható hitel. Nem olyan régen jött be hozzánk két jogász, akik azt mondták, miután fölvették a hitelt, hogy na hát, ennek a törlesztését még mi is tudjuk követni. Ennek a számítását még mi is tudjuk követni. De most nagyon jó fej, és tényleg baráti kapcsolat is fűz már ehhez a két úrhoz bennünket, és azért mondhatták valószínű ilyen nyíltan nekünk is el az élményüket, de hogyha ezt otthon mondja el, akkor is azt hiszem egy nagyon jó dolog mindenféleképp. De most tudni kell, ha hozzánk bejön valaki, bejelentkezés után interneten föl lehet jelentkezni, BVK honlapján, illetve mindenféle egyéb más módokon lehet jelezni, hogy szeretnének jönni, akkor először a kollégáimnál egy ingyenes tanácsadással fognak találkozni. És ott a tanácsadás folyamán végig lehet beszélni abszolút négy szem közt igazából azt, hogy hol tart a vállalkozása és konkrétan mit akar. És nagyon könnyen lehet, hogy a vállalkozással kapcsolatosan is olyan gondolatok kerülnek elő ott a tanácsadás közben, ami a vállalkozás fejlesztéséhez is hozzájárul egyrészt. Másrészt nem biztos, hogy az a gondolat, amit ugye mi finanszírozni szeretnénk, az a gondolat érett a finanszírozásra, és a kollégák nem azt mondják, hogy bocs, ezt nem lehet, hanem addig zajlik ez a tanácsadás-mentorálás, amíg esetleg kifejlődhet belőle egy olyan verzió, ami már finanszírozható. Esetek nagyon nagy részébe ez is azt jelenti, hogy még a bank által nem finanszírozható. Egy nem teljesen finanszírozásra érett gondolattal, ha bejön valaki, abból is lehet, hogy nem egy alkalommal, hanem több alkalmas beszélgetéssel, idővel kifejlődhet egy olyan megoldás, egy olyan modell, ami már aztán később finanszírozhatóvá válik. Ez az a plusz dolog, ezen rengeteg energia, iszonyú sok munka, de ez az a sok munka, amit a vállalkozásfejlesztési alapítvány hozzá tud tenni. Egy for-profit banknak nincs annyi ideje, hogy ezt így végigcsinálja igazából. Gyakorlati tapasztalatokkal is alá tudom támasztani, aminek nem csak az az előnye, hogy finanszírozhatóvá válik egy vállalkozásnak egy beruházása, hanem
hanem az is, hogy ez a vállalkozás jól fog működni. Tehát olyan tapasztalataim vannak, hogy konkrétan itt, hogyha a nevet mondhatok, az Enterprise együttműködés kapcsán, így van, tehát a BVK pénzügyi vállalkozásáról van szó, hogy első ránézésre egy nem nyerő gondolatból, azáltal, hogy hitelképessé lett téve, mert át lett gondolva az üzleti terve, milyen piacai vannak, stb. Milyen költségekkel kell számolni. Tehát azáltal, hogy hitelképessé lett téve, a vállalkozás működőképessé és fenntarthatóvá vált. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ennek a tanácsadásnak nem csak a forrásszerzés a lényege, hanem az, hogy kiegyenisítsék azt a vállalkozást, az, hogy az álmokat Excel táblába leírt valóságba rögzítsék. És ez nagyon-nagyon fontos, és ez, amit az előbb is próbáltam hangsúlyozni, hogy a pénzügyi szemlélet, mert ettől fog működni 2 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva az a vállalkozás, remények szerint nyereségesen, vagy világ megváltó álmokat beteljesítve, mert ehhez kőkemény pénzügyi szemlélet kell. És előbb említettem a garancia vonalat. Biztosíték, ugye biztosítéki elvárásai vannak a finanszírozóknak. Tehát itt is, hogyha az ember elkezd konzultálni, beszélgetni, annyi megoldás van. Tehát itt van például a garantika hitelgarancia, 80%-os készítőkezességet vállal. Tehát azért ez egy óriási segítség egy olyan vállalkozás számára, aki most indul, vagy nem rendelkezik fedezetekkel, és ez az eszközrendszer már most is nagyon erős, de a jövőben meg még inkább erősebb lesz azáltal, hogy ezek az EU pénzügyi eszközök bejönnek 2015-ben, gyakorlatilag EU pénzügyi eszközzel igénybe vehet hitelt, és mögé teszünk egy garanciát, igaz, van ez az EU Double Declaration probléma, és akkor ott az nem EU pénzügyi eszköz, hanem Jerbyből visszacsorgó forrásból fogjuk garantálni, de gyakorlatilag egy EU pénz mögé teszünk egy már EU pénzből visszacsorgó 80%-os készítőkezességet. Csak jól össze kell rakni a gondolatokat, hogy mit akarnak, és abban gyakorlatilag itt a BVK mindenben segíteni fog, hogy meg tudják valósítani. Bocsánat, mielőtt még tovább lépnénk, én közben azért hadd kérdezzem már meg, hogy ha van önöknek bármilyen kérdése, ötlete, gondja, nehézsége, akkor nyugodtan fogalmazzák meg és tegyék meg, vagy hogyha megkérdőjelezik, hogy önöknek másfajta élményük volt, azt is én szívesen hallgatom, tehát nem szeretném ki és bezárni a kaput önök előtt. Parancsoljon! Még az első fél órára térnék vissza, amikor Szalai Piroska azt mondta, hogy nem tudnak semmit tenni az ellen, hogy a vállalkozók sokalják az adóbefizetést. Ugye valami ilyesmi mondat hangzott el? Sokalják az adót. Szóval én még olyan emberrel nem találkoztam, aki azt mondta, kevesli az adót, ez az egyik. A másik az, hogy végeztek-e valaha monitorozást, mert most már 25 év után talán itt az ideje, hogy a környékbeli országok, akik velünk együtt indultak ezen a kapitalista úton, hogy például őnáluk milyen az adózás, és ott mennyire vannak megelégedve a vállalkozók. A harmadik az, hogy az ellen tesznek-e valamit, hogy folyton az élő munkát akarják, nem csak akarják, hanem meg is adóztatják, és kvázi azt büntetik, aki dolgozik, és nem azt, aki nem dolgozik. Az köszöni szépen, jól van, megkapja a segélyt abból, amit más megtermel. Köszönöm szépen. Hát ez a téma, az az érzésem, hogy a Budapesti Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány kereteit kifeszíti, túlfeszíti. Ez mindenféleképpen az alapítványon kívüli feladatkör. Én amikor azt mondtam, hogy az adózásra nincsen hatása a BVK-nak, akkor azt gondolom, hogy nagyon korrektül fogalmaztam meg ezt a mondatot. Viszont azért azt érdemes tudni, hogy az élőmunkával kapcsolatos adózás 2010-től folyamatosan a kedvezményrendszerek kapcsán, és most bocsánat, ugye aki tudja, biztos sokan tudják, hogy én nagyon sokáig a női foglalkoztatással foglalkoztam az NGM-ben, mint női foglalkoztatási miniszteri biztos, és ott tipikusan olyan célokkal fogalmazódtak meg az új adókönnyítések, hogy éppen az élő munkának az adóját csökkentsék célcsoportonként különféle módokon.
Legjobban a nők esetében a kisgyermekes anyáknál csökkentettük legnagyobb járulékkedvezményekkel, de alapvetően a fiataloknál, az 55 fölöttieknél, az alacsony iskolázottaknál és mindenféle egyéb más kockázatos csoportoknál is jelentősen csökkentettük. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen havi 20-30 ezrekkel. De ez nem BVK. Innentől most egy kicsit kiléptem ebből az asztalból, bocsánat. Valóban ez nem teljesen mi asztalunk, de gyakorlatilag az élő munkát terhelő adók, ugye az a társadalmi biztosítás és a nyugdíj. Tehát most úgy gondoljuk, hogy egyre kevesebb nyugdíjas lesz, és azok egyre kevesebbet fognak megbetegedni, akkor valóban lehet csökkenteni. Ha úgy gondoljuk, hogy ezeknek a számon nőni fog, akkor valószínűleg nem lehet csökkenteni ezeket az adókat. És a tapasztalatokkal kapcsolatban egy sztorit csak hadd meséljek el, ugye a szlovákok lépték meg ezt a bizonyos flat rate nevű dolgot, hogy 19%-kal belőttek mindent, hogy annyi az áfa, a jövedelemadó, minden. És én is gondolkodtam, hogy mi ez a 19%, aztán az egyik ismerősöm olvasott egy tanulmányt, Amerikából származik ez a flat rate valami. Kiszámolták Amerikában, hogyha az összes az állam által beszedett adót viszonyították a megtermelt jövedelemhez, akkor jött ki egy bizonyos összeg, hogyha mindenki annyit fizet, akkor az állam megfelelő bevételhez jut. Ez pont 19% volt. Tehát a szlovákok ezt a 19%-ot hozták át. Egy bibi van a történetben, hogy Amerikában ez csak jövedelemadót jelentett volna. Tehát se áfa, se egyéb vállalkozásadó nem lett volna, hanem a jövedelemadóként egyszeri adó lett volna ez a 19%. Ezt senki nem lépte meg persze, csak így a tapasztalatokkal kapcsolatban. A másik az, hogy bocsánat, hogy egyébként ugye a 2010-ben csökkentették elég rendes módon éppen a vállalkozói adókat, és az Európai Unió, jól emlékszem, akkor eléggé sikítozott emiatt, hogy ez torzítja a versenyt. Arra lennék még kíváncsi, hogy egyébként sok dolguk van mostanában? Most kellett volna pontosan tudni azt, hogy a 3/4 éves jelentése a mikrofinanszírozással foglalkozó csoportnak milyen számot jelent. Én úgy emlékszem, hogy meg többszöröződött a kihelyezett hitelek száma a tavalyihoz képest, és a tavaly előttihez képest. Miért? Tudom, mindenki jön, tavaly előtt, meg 2010-ben iszonyú alacsony volt a bázis. Nem csak nálunk, én azt gondolom mindenfele. Most már érzékelhető, hogy egy kicsit mozdul a gazdaság. A mikrovállalkozások terén is egy kicsit érzékelhető. Ennek mi nagyon örülünk, de természetesen szívesen dolgozunk a BVK-ban. Mi olyan munkatársaim vannak, akik mindenki szívesen dolgozik. Én úgy tudom. De ez azt is jelenti, hogy valami fajta, és ezt majd mindannyiunktól kérdezném, hogy a hitelezéssel kapcsolatos és a hitellel kapcsolatos félelmeink, tehát a hitelezési gyakorlat az valamelyest újra, vagy ehhez kapcsolatos szemlélet változóban van? Vagy nincs még? Tehát ez még valóban csak egy bázishoz képesti borzasztó nagy összehasonlításban, illetve ebben mutat nagy változást. Hát szerintem ez csak azt mutatja, hogy elindultunk kifelé a gödörből. Tehát azt jelenti, hogy a vállalkozások azt látják, hogy a piacaik kezdenek jobban tervezhetővé válni. Pozitívan gondolkodnak a felül, hogy tudják építeni a piacaikat, és ez alapján beruházásokat tudnak indítani. Mondjuk ez is érdekes, hogy hogyan alakul, amikor azt mondjuk, hogy ekkora összegben történt hitelezés, tehát az, hogy milyennek a struktúrája, mert nem mindegy, hogy mondjuk beruházáshitel vagy forgóeszközhitel. Alapvetően a válság idő alatt a forgóeszközhitelek voltak leginkább keresettek. Most ez kezd átalakulni, azért még mindig elég domináns a forgóeszközhitelezés, de a beruházási hitelek jönnek fel erőteljesen. És azért van egy másik sajátosság is emellett a piacjátás mellett, amit mondtam, az pedig az, hogy ne felejtsük el, hogy új programozási időszak van, indulnak az új pályázatok, és ez gyakorlatilag mindig beindítja a vállalkozóknak a fantáziáját, tehát a visszanemtérítendő támogatások azért beruházásokat generálnak, és ugye alapvetően egy beruházásnak a forrás szerkezete úgy néz ki, hogy jó esetben van az ügyfélnek valamekkora saját ereje, ezt a bankban úgy mondjuk, hogy hát azért kell az önerő, hogy azért az ügyfélnek is
fájjon valami, mert hogyha csak a más pénzével megy be az erdőbe, akkor szívesebben hagyja ott a többi szereplőt, tehát legyen egy motivációja, hogy akkor menjünk együtt végig a történeten. Nem beszél arról, hogy mondjuk ne csak a beruházás megvalósítása legyen a cél, hanem annak a fenntartása és tervezett működtetése, mert ugye abból fogja a hitelét visszafizetni. Tehát van egy önerő, van egy vissza nem térítendő támogatás, és ezt az egészet kiegészíti egy beruházási hitel. Tehát alapvetően azért, amikor pályázatokat indítanak el a vállalkozások, akkor önállóan saját erő plusz vissza nem térítendő támogatásban nem szokták megvalósítani, hanem mindig van mellette beruházási hitel, és ez önmagában a beruházási hitelek kihelyezését is gerjeszti. Aztán a vissza nem térítendő támogatás, bár most a kormányzati szándék az az, hogy ugye korábban is volt előleg, de ez nem egy ilyen revolving vagy rullírozó jellegű előleg volt, hanem egy ilyen statikus előleg, aztán utána megint utófinanszírozóvá vált. Tehát most a szándék az az, hogy a lehető legegyszerűbben, a lehető leggyorsabban a vállalkozás kapja meg a beruházáshoz a pénzét. Tehát ez nagyon-nagyon jó. Én személy szerint azért is örülök ennek, mert bennem már nem magamat igazolva, csak azért bankszakmailag az irányíthatóság, meg a közreműködő szervezet simán megoldhatta volna régen bankszakmai eszközrendszer felállításával, hogy egy ilyen támogatás előfinanszírozást végezzen. Hál' Istennek most ez megoldódott, tehát ez ennek én személy szerint szakmai szempontból nagyon örülök, hogy megoldódott, meg fog oldódni. Ez nagyon fontos, mert gyakorlatilag ebből is, tehát azáltal, hogy nem volt ilyen típusú előfinanszírozás, a keresőbankok azt mondták, hogy semmi probléma, adok én neked, kedves vállalkozó, piaci kamatozással támogatás előfinanszírozó hitelt, mert utófinanszírozásos a konstrukción, előre neked megkitelezem, és rám engedményezed azt a visszanemtérítendő támogatási részt is. Arra az pár hónapra én neked hitelezek, és kamatbevételem keletkezik. Ne tereljük a vállalkozást. Tehát ennek így kell lenni, ez egy nagyon-nagyon jó konstrukció ilyen szempontból. És valóban arra mutatnak a tendenciák, hogy a lehető, tehát hogyha hitelt is vesz igénybe, és ráadásul vagy akár MFB-s forrásból, vagy Európai Uniós pénzügyi eszközből hitelt vesz igénybe, akkor a lehetőleg egy persze szegmentálva hitelösszeg, meg vissza nem térítendő támogatás mértékétől függően, de a lehetőség szerint integráltan, integrált döntéshozatallal, egy ablakon keresztül, lehetőleg gyorsabban, minimalizálva a fölösleges papírgyártást, és a lehető legnagyobb informatikai támogatással. És a közbenső szereplőket pedig, akik nem kellenek a buliba, azokat ne engedjük be, tehát, mert meg tudjuk oldani ilyen szempontból. Ezt nagyon-nagyon régóta halljuk, mármint hogy egy ablakkal, röviden, határidővel, nagyon gyorsan, de most akkor valóban azt gondolja, hogy ebben lényegi előrelépés lehet a következő időszakban? Biztos vagyok benne. Ez egy megnyugtató végszó is lehetne. Most, hogy mondjam, tehát ezt is sok szempontból már említettem, hogy tehát akkor, amikor EU-s támogatásokról van szó, legyen szó pénzügyi eszközről, mint például régen a Jeremy volt, vagy vissza nem térítendő támogatásokról. Vannak szándékok, voltak korábban is szándékok, hogy a lehető legegyszerűbben, de azért az EU-n keresztül verni azt, hogy milyen módon szeretném ezt megvalósítani, ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy az ember készít egy tervet, bizottság felé azt meg kell védeni, 30-szor visszakérdeznek, miért így, nem úgy, ilyen kockázat van benne, nem. Tehát vannak olyan, és ez most nem kritika, hanem vannak olyan, vagy voltak olyan korlátok, amelyek ezt eddig megakadályozták, de ez egy közös tanulási folyamat. Tanul az EU, tanulunk mi is. Ezek a sikerek azt mutatják, hogy nálunk az érvrendszer az gyorsabban gyűlik, és az érdekérvényesítő képesség nő, de van eredménye. Tehát korábban a szándék megvolt erre, most úgy érzem, hogy jól látható eredményeket sikerül elérni. Akkor megmondom a kollégámnak, és akkor biztos nagyon fog örülni, és akkor szárnyalni fog a vállalkozása. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy valóban maradt-e önökben kérdés, ötlet, gondolat.
De ha igen, és most nem mondták el, akkor biztos lesz még másik alkalom is erre, vagy akkor már újabb kérdések is lesznek. De én köszönöm szépen önöknek, hogy megmondták el, hogy megoszlották a gondolataikat, és akkor legyen, azt gondolom, hogy mindannyiunknak kívánhatom több munkája a későbbiekben, az mindannyiunknak jó lehet a végén majd, ha időközben az fárasztó is. Köszönöm szépen. Köszönjük. Thank you.